Sziasztok, ez itt a Böge csatornán Balázs vagyok, és a 43. résszel folytatjuk a European Universalist 4 Let's Play sorozatunkat. Ott a legutóbb abba hagytuk, és pontosan ott a legutóbb abba hagytuk, mert hogy azt ígértem, hogy itt én létrehozok egy új államot, viszont eszembe jutott, hogy ezt kb. Sosem csináltam még, vagy nem tudom, azért van már, konkrétan ez az 501. rész, ha jól emlékszem, ami a EU4-ből készítek, ilyen Let's Play sorozat, de hogy hogy ja, nem emlékszem, hogy konkrétan létrehoztunk volna már kliens államot, lehet, hogy létrehoztunk egyszer, de mindegy is. Na most jó ilyen római módon ezt elnevezik, ezt északi részt Afrikának. Hoppá, hello! Én oda akarok bekattintva lenni, nem kell az F, ez kell ide. Afrika. Új kliens állam lesz ugyanis ez. Tehát, hogy az van, hogy hogy ugye itt nincsen senkinek magva, vagy igénye, vagy bármilyen. Tehát egyedül, amit létre tudtam volna hozni, az Algíria, de az csak ezeket a részeket kapja meg. Én meg azt szeretném, hogy ez a rész legyen itt önálló. Tehát kb. Hodnától kezdve Fezzárig. Ez egy új kliens állam, egy új állam legyen. És ezt úgy lehet megoldani, hogyha már megvan az Advanced Casus Belli, tehát a 23-as, 22-es, 23-as, 23-as, 22-es. Valahogy így, szintől kezdve, hogy létre lehet hozni egy úgynevezett kliens államot, amit mi magyarban szatellit államnak hívunk, és nem igazán, hát nem igazán szokott róla sok szó esni, de gyakorlatilag létrehoztuk egy államot, ami addig nem létezett minden további nélkül, és három helyet láttam ilyen fővárosnak, tehát lehetne Togurt, Orgilla vagy Gaffa a fővárosa, mind a háromnak hatos a developmentje, csak különböző eloszlásokban. Amit esetleg érdemes lehet még szem előtt tartani, azok a kultúrák, tehát például ez itt algériai, meg berber, mind a három ugyanannyi lenne, és négy, ami pedig maghrebi kultúra lenne, oké, akkor ez szintén nem segít. Vallása, mint szunnita. Jó, hát akkor igazából gyakorlatilag mindegy, akkor legyen Togurt a központjának, ennek a újonnan létrejött kliens államnak, és akkor name taken, you are taken, tehát Afrikának fogjuk elnevezni, amúgy érdekes koncepció, de mindegy is, és leválaszthatunk, hogy monarchia, tehát választhatunk, hogy köztársaság legyen, vagy királyság, és az én dinasztiám, vagy helyi dinasztia uralkodjon, legyen az alapbeállítások közt, királyság és helyi dinasztia. És akkor ezt személyre is tudom ugye szabni. Bármilyen színnel ragyoghat ez itt a térképen. Hát van jó kis, van olyan sivatagos szín, ami nem feltétlenül az én színem. Nem tudom, mondjuk ez. Hát ez egy csúnya amúgy. Ez nagyon jó lenne, csak ez nagyon hasonlít az én színemhez. Úgyhogy mondjuk ez ilyen sötét barna. Ez nekem tetszik, és akkor nyilván be lehet állítani mindenfajta frankó dolgot, ugye, hogy milyen legyen az emblémája, és akár ugye random generálom, vagy pedig én magam állítom be. Hát nem tudom egyébként, én általában csak random rányomok párszor random generációra, és addig nyomogatva még nincs egy olyan, ami tetszene. Most jelenleg nincs olyan, amit tetszene. Ez mondjuk szép lenne, csak az emblém az talán nem illeszkedik tökéletesen itt a tematikba. Nem tudom, mi van Afrikában, oroszlán, de itt Észak-Afrikában nincs oroszlán. Úgyhogy egy kicsit meg vagyok lőve. Ilyen lovacska, azok vannak Észak-Afrikában. A jegesmedve az nem annyira. Lássuk be. Valásit én nem nagyon szeretnék feltétlenül. Ilyen vallási jelet. Na, ezt kell tudom megcsinálnom egyébként a felvétel előtt. Ú, ez tetszik. Ez a kis lángocska, ez nekem nagyon tetszik. Jó, akkor legyen ez, és akkor a background, ahol lehet változtatni, hogy milyen legyen. Most ugye ilyen, csak mind a kettő szín ugyanaz. Nem ugyanaz, ez két külön szín. Ezek sem ugyanazok. Talán. Tehát az a kérdés, hogy mi legyen a háttere ennek. Nem tudom, valami a egyedi. Mindent én találj ki. Ez mondjuk tök jól néz ki. Legyen ez, és akkor lehetne az, hogy az alapszíne az mondjuk ilyen fehér. Mondjuk így, és akkor az a felett alatt a lévő meg olyan barnás. Jó, legyen így, vagy
ha nem is fehér, de olyan nagyon világos színű. Hát most mondjam azt, hogy homokszínű. Csak a homokszínnel nem néz ki jól ez a, ez a dolog. Úgyis, hogyha így csinálom, ugye ez a 8-as szín, és ez lesz a mögött lévő fehér. Vagy valami... Tudom, hogy nem ezért jöttetek egyébként alapvetően, de most ezt fogjátok nézni. Oké, legyen ez. Ilyen sárga, barna cucc. Király. És akkor neki odaadom a területeimet, amik itt körülötte vannak, hogy, hogy jó, jó szórakozást kívánok egyúttal hozzá. Grand Province, és akkor ugye mindegyiket megkapja. És ez, akkor ezekkel nem kell nekem tovább görcsölni. Ugye úgy adom, hogy a, ahol vannak az államhatárok. És ezért kaptam meg itt ezt a hódnát is például. Most már nem kell annyi... Ó, eltűnt a színem, de rossz. Most nem kell annyit, annyira figyelni ugye a Casus Bellicre. Mert hogy minek? Most már megvan a legjobb, legjobb Casus Bellim. Tehát nem kell arra figyelni, hogy legyen igényem a területekre. Oké, okay. Na, létrejött egy új állam ennek megfelelően, el is kezdünk vele barátkozni majd, hogyha lesz lehetőségünk rá. És akkor, hogyha azt mondtam az előző részvégén, hogy azonnal meg kell támadnunk, a Timbuktu különben csatlakozik az ellenünk való, vagy ellenünk induló lázadáshoz. Tök jól néz ki ez az afrikai zászló. Itt kifejezetten jól néz ki. És akkor Fulo is becsatlakozik, aki amúgy lehetne Kobolidzseren, de nem lehet, mert az oszmánok jönnek. Mindegy, őt is be fogjuk foglalni. Tehát mindenkit is elfoglalunk. Jolof-fal nem tudom még mi legyen, valószínűleg őt be kéne csicskítani. Hogy állok most ilyenből? 5/7, nagyszerű. Akkor igen, őt be fogjuk csicskítani. You have no diplomacy sent, shit. Akkor most meg kell várni, míg hazaérnek a diplomatáim, és remélem addig nem csatlakozik be Timbuktu a ellenem való koalícióba, és szerencsém volt egyébként. Fulónak vannak barátai, Jolofnak Marokkó a barátja, ami egy érdekes koncepció, mert Marokkó, ha csatlakozna, ellene van most ugye békém, egész pontosan még 12 évig, de nem is baj, hogyha addig lekattok, meg úgy látszik, hogy itt meg fog gyengülni Marokkó, úgy tűnik, hogy akármennyire is nem szerettem volna, Portugália visszatér, mert a szeparatisták itt fellázadtak. Persze mondjuk leverhetném őket, hogyha háborúban lennék Marokkóval, de nem fontos az annyira. Jó, ez ugye akkor így lesz. Remélem, hogy jó Casus Bellit használtam. Imperialista háború, bizony. Hát ez bizony, hogy az. Nagyon igazad van. Ezek oda, és akkor itt most vannak emberek, akiknek amúgy, hát a 19-es maradjon itt, de ezeket visszavonom ide, az 54-es sereget, meg nem tudom, hogy meg tud-e állni valahol. Elvileg azt mondja, hogy itt meg tud állni, nélkül, hogy lemorzsolódna. Kicsit szkeptikus vagyok, de persze, próbáld meg. Miért ne? Mi baj történhet? Amint bevesszük, vagy megnyerjük ezt a csatát, ketté osztom a sereget, és az egyik át fog menni konkrétan ide, Jolofba. Úgy körbe akarsz menni? Ó, nem tudunk ostromolni, hogy kevese... Oh, hetes erőd. Hetes erőd Afrika közepén. Jaj, de imádom ezt az új update-et. Tényleg, zseniális. Az ábrázom ez nagyon nagy gond, remélhetőleg. Hát mondjuk örülni neki, hogyha őt nem mászkálna össze-vissza minden felé, de mindegy is. Pénzem rendben van, manpower még azért lehetne több. Te nem akarsz bemenni az ellenséges területre, vagy... Nem. Ezzel a sereggel akkor elébe megyek ennek a srácnak. Lehet most líderem még? Nem, de van egy csomó, úgyhogy tudjuk használni őket. Elkezdtek ostromolni engem valahol. De hol? Oké, elmúlt. És akkor ugye azt mondtam, hogy Afrikával el kéne kezdeni haverkodni. De fővároson legyünk meg, és akkor... Vagy fővároson legyünk meg, és akkor minden oké lesz. Duckbont én imádnám, hogyha ő egy tudna bármit is csinálni. Nem pedig csak egyenként meghalnának a seregei. Az annyira király lenne. Úristen, megint ezek az erődök, nem bírom megszokni. Hetes erőd, ahhoz mennyi kell? Nem tudom, mennyi ostromgép kell, vagy micsoda. De hogy nem is tudjuk ostromolni. 21 ezer ember kell az ostromhoz, te jó ég. Mi a vihar? 21 ezer ember, te normális vagy?
Annak egy részének ostromgépnek kell lennie. Csak most, ha mind ostromgép lett volna, akkor nagyon erő, túl nagy lett volna a hátsó sorom. Az meg senkinek nem hiányzik. Na legalább itt a Timbuktu-i sereget el tudom kapni. Szóval, hajrá! Miközben ez elkezdett itt ostromolni, azt nem igaz, hogy hagyják. Srácok, álljatok már össze egybe! Mi a vihar? De komolyan! Ez micsoda? Nézzétek meg, itt átsorognak egyenként. Ha ez egybe összeállna, nem azt mondom, hogy simán, de szerintem meg tudná verni azt a hadat. De úgy döntöttek, hogy nem. Tudod mit? Nem. Titterit nem kellett volna átadni, igaz? Mert az ehhez a részhez tartozik. Ja. Közben véget ért a polgárháború Angliában. Viszont akkor be kell magasítanom Titterit. Jó. Ja, Istenem, azt nyilván rászpónoltak. Hát hogy a viharban? Ez legalább nem halt meg. Az egység, hanem tud menni becsatlakozni ide, és akkor vissza is fog tudni majd töltődni. Hogy állunk technológiailag? Kiválóan, azt kell, hogy mondjam. The spirits remain. Uha, mindenki megutál, de kapunk 10 prestízs és 10 legitimációt, hogy veszítünk 10 prestízset, nem igazán érdekel a prestízs. Legalábbis ilyen szinten nem érdekel. Most azt mondja, hogy itt tudunk venni teket 8 év múlva. Vagy nem is, 8 év múlva kell vennünk teket. Még csak nem is az, hogy tudunk, hanem akkor kell venni teket. Van közben ez itt arrébb ment. Viszont elkezdett terjedni a felvilágosodás, jól láttam. Ja nem, még nem közvetett eredni. Nagyon érdekes, hogy attól függetlenül beadja a penaltit, hogy még amúgy nincs itt az ideje. Tehát ezt nem teljesen értem. Az oszmának azon gondolkozom, hogy megtámadják Oroszországot. Van egyáltalán Oroszország? Mindjárt ránézek. Szóval ezt nem teljesen értem, hogy miért van ott, hogy Haven't Embraced Enlightenment plusz 15%, mikor az Enlightenment még 8 évig meg se jelenik. De biztos ez egy nagyon okos big brain mechanika, amit én nem érthetek, mert túlságosan buta vagyok. Benne a paklipban, ebben az esetben írjátok le a kommentbe. Nem akarom itt csökkenteni az érdemeit a Paradox Tintónak. Nem tudom, ez igazából az ő hibájuk-e. De semmiképpen sem akarom senki érdekeit csökkenteni, úgyhogy szóljatok, hogy én vagyok a buta szar. Oda, menjél. Jó, itt 7%-on van, ugye, az nem sokára megvan. Itt most már mínusz 14, mínusz 7, jó, az is alakul. Nektek már nem kell, hogy gyorsan menjetek. Véget ér bambuki ostrom. Egy év. Közben megtámadták az oroszokat, az oszmánok. Az a vicces, hogy nem igazán tudunk semmit az oroszokról. Igen, szóval nem ez a let's play volt, ahol nem voltak oroszok, hanem egy másik let's play, ahol nem sikerült megalapítani, szerintem még a streames let's play lehetett az. Etiópiát meg kéne támadni. Ja, Timuridák, bocs, elfelejtettem, hogy tényleg. Silly me. Itt milyen tanácsadó volt? Elég nagy tanácsadó volt, úgy látom. Megvan Timbuktu ostroma is. Jó, elkezdhetjük itt foglalgatni a területeket. Ez mit is mond? Ja, konvertálni lehet. Hát azt semmiképpen sem szabad elengedni, azt az elképzelést. Na, milyen új tanácsot kaptunk? Trade efficiency, yes. Egy baj van, nem tudom elküldeni tovább képzésre. Szóval, ja, pedig jó lett volna egy magasabb szintű tanácsadó. Na mindegy, mert hogy trade ideák vannak. Oké, ez így oké, és... nem tudom, mit írt ki, hogy hol foglaltak el engem. Ja nem, én foglaltam el Timbuktut. Még ugye meg kell várni Jolof ostromát, ami viszont szerencsére jó magasról kezdődik. Mennyi volt? 73 nap? Ja. Szóval ti vagytok azok, na hát mi van, hogyha így csinálom, hogy ezt mindet, meg ezt, meg ezt. Jolof Vikan Vessel, és hál' Istennek senkit nem érdekel olyan jelentősen ez a dolog. Annyi, hogy nem tudom elkérni az összes pénzt a világom. Vagyis jóval kevesebb pénzt tudok így elkérni. De hogyha meg külön kötöm meg, akkor ugye bejön ez az 50 arany, és nem lesz magasabb az aggressive expansion, amennyire tudom. Várj, de igen, mert ez alapból 11. Hogyha így csinálom, akkor meg 9.
Mert ér ennyit a pénz? Valószínűleg nem. Granada, Ottomán, Marokkó. Az oszmánok úgyis háborúznak, le fog kattogni 52-ről. Marokkó nem számít, Granada nem számít. De az is le fog kattogni, és amúgy sincsenek elegen. Akkor megkötöm így a békét. Full annexation, seed bombuk to Congo, Yolofican vessel of Congo. Igen. Igen, ez tökéletes lesz. Ez nekem 155 admin pont. És 21% overextension, és jelenleg még valami 32%-os overextension-en vagyok. Szóval ez aztán nem azt nem szaraz. Cool. Na, ezt megoldottuk. Ez is megvan, még sincs este, ahogy mondani szokás nálunk felénk. Viszont még meg kell ölni a szeparatistákat. Ugye a magvasításokat el kell kezdeni, ahol tudjuk. Azvagnál mi a probléma? Ja, ott vannak ellenségek, értem. Hát ez jogos egyébként. Szóval Etiópia és a Timuridoknak a szövetsége, az nekem annyira nem szimpatikus. Mit tudok ellene kezdeni? Clergy losing power, zene füleimnek, tehát break alliance, és akkor Etiópiával, de ezt nyilván nem fog belemenni. Etiópia belemegye egy ugyanilyen ajánlatba? Nem, bár kicsit szívesebben nem, mint a másik. Etiópiának szövetségese Adjuran. Azt hiszem, arról volt, hogy akkor Adjuranon át tudom megtámadni esetleg Etiópiát. És itt vannak most embereim? Etiópiának van 31 ezer embere, tehát bőven elég az itt állomásozó seregek, bőven elegek. Akár még lehet is. Ebből valami. Jó, ezeket leverjük. Látom, hogy megy ő. Nem megy ő. Akkor megyek én leverni. Percig aggódj miatta. Oké, te odamész. És akkor lehet, hogy most kicsit várni kéne a következő háborúval. Nem tudom. Nincs most valaki, akit be kéne integrálni? Ogaden. Nem, Ogaden még kaphat etióp területeket. Szóval Etiópia co-belligerentként fog részt venni a háborúban. Így csak fel annyi területet tudunk elvenni tőle, mint amúgy. De talán meg tudom kérni, hogy bontsa fel a szövetségét a timuridákkal. Na most ez jó kérdés, hogy akkor kivel fog helyette beszövetkezni. Nem biztos, hogy beszövetkezik bárkivel, de igen, jó esély van rá. Közben megjöttek a timuridai szeparatisták. Én pedig elindítom a magvasítást, akkor itt is. Religious resistance. Ahol rezisztálnak. Hát, de nem már. Miért? Ne rezisztáljatok. Minden jobb rendben lesz, ha nem rezisztáltok. Oda küldöm az emberemet, és akkor ez milyen terület? Savanna, viszont azzal, hogy ott már várjuk őket, azzal azt jelenti, hogy nem kell majd a folyó átkelésért büntetést fizetni idézőjelben. Jó, jó kis tábornokuk van amúgy. Kettes tábornok? Ez valami új dolog megint, csak amiről lemaradtam, mert eddig a lázadók, a nem trombitoló lázadók, azok tábornok nélkül spónoltak le. És nem is láttam erről semmi infót, hogy esetleg ez változna, bár az is igaz, hogy kinek van ideje meg energiája végigolvasni az összes patch note-ot, de hogy nem is írták feltétlenül, mondjuk Redditen sem láttam kiemelve ezt, ami egy érdekes dolog. Milteket ugye már tudnék venni most, de óriási pazarlás lenne, és mit kapnánk érte? 4 innovativeness-t, az meg mennyi? 0.4%-kal olcsósítaná a tekeket? Igen. Igen. Nem. De, igen. Mert most a 10% vagy a 10.3-as az 1%-kal csökkent minden, nem csak a teket, minden power cost-et, az oké legyen, minden olcsósítik, de nem eléggé ahhoz, hogy én boldog legyek ettől. Mik a következő ideák? Egy merchant és egy stability cost modifier. A merchant akár még lehet is, mert őt ugye, hogyha lerakjuk, akkor el tud kezdeni pénzt termelni, tehát gyakorlatilag elég jó kis pénz jönne be abból. A másikat nem merem, mert lehet, hogy nem lenne időben elég admin tech pontom, vagy értitek, madaram, nem madár, hanem papírmanám, hogy akkor megvegyem a szükséges teket. 7 év, és ez meg azt írja, hogy elérhető lesz 6 év múlva. Ja, szóval most lehet, hogy inkább nem is veszek semmit, várjuk meg, hogy fognak kinézni ezek a tekek, meg ezek a pontok. Bár 8 pont, havi 8, az még rengeteg pont.
itt most 5 éven keresztül, 80x5, szerintem bőven elégnek kell lennie, és akkor addig tudok pénzt termelni, úgyhogy legyen, vegyük meg, merchantot le lehet rakni. Most kérdés, hogy hova érdemes ezt a merchantot lepattintani, hát mondjuk azért elég jó lenne mondjuk ide. Tegyük fel. De miért ide? Nem tudom, ezt láttam meg először. Vagy ide, bár itt csak 1.5 a trade value, itt meg azért 11, és a 47%-ot behúzni a 11-es trade powerből az nem lenne rossz feltétlenül. Itt az 6%, itt van egy 20%-os erőnk, de csak 4.8-nak a 20%-a. Itt van egy 17%-os erőnk a 19.6-nak? Oké, nézzük meg, hogy ez mit csinálna. És inkább collectelnem, igaz? Ezt a dolgot, mint vezetni. Ha valahol vezetni kéne, az inkább itt lenne. Dél felé elvezetni őket. De majd erre lesz lehetőség. Mindjárt kiderül, mennyit termel. Ott. 6.36. Az nem egy rossz pénz. Szerintem annyit itt se termelne. Mik ezek a nyilak? Trade wind. Wow. Őrület ez a trade. Tényleg hihetetlen. Na, mi történik Etiópiában? Nem tudni. De gyanús. És akkor nekem lassan ilyen támadó alakzatba kéne itt helyezkednem. Most a béke az nem feltétlenül óriási. Algíriában lesznek lázadások. Songhajban lesznek lázadások. Ami itt van, ezen a környéken, de itt ez mind le van fogva. Oppá, Franciaország, te jó ég! Na oké, ez ebből lehetnek problémák. Az biztos, hogy Etiópiai háborúval végeznem kell, mire Marokkó lejár a béke, mert ő a következő. Oszmánok hogy állnak? Hát már lassan félmilliós hadseregük van. Hát ez teljesen rendben van egyébként. Angliának, akiben mindig alig látok valamit, 120 000. Akkor-e valaki a barátom lenni egyébként? Ja, megnézzük meg az autonómiát is, persze. Hogy ne, de sok helyen van 90%-os local autonomi. Ez tök durva. Oké, akkor-e valaki a barátom lenni? Ez volt a kérdés. Castilla szívesen a barátom lenne. Ez alapvetően papíron nem hangzik nagyon rosszul, de hogy látjuk, hogy valami nem oké Castillával. Tehát azzal nem sokat érnék, most úgy érzem, egy olyan szövetséggel. Minden magasodik? Minden. Ezek vannak valószínűleg 90%-on itt. Közben átmegyünk oda, meglátogatjuk őket, legalább egy lázadóval kevesebb, bár ezek nem az algíriaik voltak. Közben kaptunk Global Trade Power-t, az igencsak meg fogja dobni a bevételemet. Plusz 25.25 jelenleg. Ez... Hát, hogy mennyivel fog feljebb menni, az még nem derül ki most, mert itt van némi visszatöltődés, de majd mindjárt megnézem, és igyekszem nem elfelejteni. Mitidzsában egyszerre készült el a magvasítás, és jöttek a lázadók. Hál' Istennek, az egy erőd, kevésbé hál' Istennek eljöttek az erődről, mert látták, hogy ez nem fog működni. Egy 6-os szintű erőd, közben Anglia térképet akar tőlem venni, úgyhogy ezzel, várjál, elvileg visszatölthetnénk ezzel a presztízset, de van mire költenem most presztízset, úgyhogy méghozzá arra, hogy funcsal növeljem, csökkentsem a lázadási kedvét. Mert hogy őket amúgy támogatják az oszmánok. Ez az igazán para a helyzetben. És akkor ebből visszatöltünk most picit. Emergence of the Fulani. Na hát csak a Fulani hiányoztak egyébként. Vagadunál jelennek meg ők. Ó, várj, visszatértek a fulók? Hát, üdv a világban. Engedjetek, hogy bemutatkozzak. Csórikáim, értitek? Abban a másodpercben kikiáltották, hogy ők amúgy mostantól országként szeretnének létezni. Én mondtam, hogy bonjour. És akkor ezt mind odaadjuk Wolofnak. Ilyen szempontból viszont ez nagyon-nagyon jól jött nekem. Mert most az történt, hogy itt gyakorlatilag ők feltöltötték nekem ezt a helyet, ezeket a területeket, ezeket nem kell magvasítani, vagy nem magvasítani, hanem nem kell kolonizálni, és mégis az ennyi meg tudnak lenni. De hogy közben meg oda tudom adni őket tökéletesen Wolofnak, aki amúgy Jolof.
Szóval ez konkrétan nem is alakulhatott volna jobban. Én szeretném, hogy még máshol is megtörténjenek ilyen események, mert ez nagyon tetszik, amúgy. Ott megy le az a sereg, ők majd most elmennek valahova, mindegy, megkötjük a békét addig. Igen, jó, megvan. Tehát ezt így odadom Jolofnak. És akkor azok majd visszajönnek, mert rájönnek, hogy most már ők, nekik a hazájukért kell küzdeni, és én meg tártkarokkal fogom várni őket. Ez valószínűleg senkit nem, abszolút senkit nem érdekel, de miért nem? Ahol lehet, hogy erre magva van Jolofnak? Vagy igénye? Nem, nincs. Akkor miért nem zavar ez az ég egyet a világon semmit, meg senkit? De anyag, de semmiben nem kerül. Wow. Jó, hát nézd. Erre mondják, hogy that was a freebie. Szuper, és akkor ez a lázadóság nem sokára remélhetőleg hazatér. Megállapítják, hogy hát igen, az otthon ott volt, ahonnan eljöttünk. Timuridek rátavadtak Sárira, ami azért érdekes, mert az Azurannak a szövetségese. És Azurán benne van a háborúban, jó. Nem mint nagyon félnék Azurántól, de hogyha mondjuk Sárját bevennék, és elpusztítanák, akkor én Azurant, tehát akkor nekem nem kell oda menni. Na, visszafordultok-e? Úgy tűnik, hogy igen. 90% a szonghái szeparatisták, ezek valahol itt lesznek. Most jó sok pénzem van, de tényleg, úgyhogy lehet, hogy egy újabb sereg felállításába kéne fektetni. És ahol szerintem erre igény lenne, közben a Timuridáknál történik valami elég para dolog. Meg a Jampurnál is, ami egy észak-indiai állam. Szóval, hogyha nagyon valóban kéne rakni sereget, az valószínűleg itt lenne. Miért itt? Hát... Tudnánk használni őket azonnal az etiópok ellen. Ez egyik oka. A másik oka, hogy az oszmánokra tudnánk ott reagálni. Az oszmánoknak nincsen nagyon sok afrikai területük. Szerintem egy háborúat el lehet venni. Na, jó, legyen kettő. Két háborúat el lehet venni. Itt az lesz a trükkös, hogy egyszer megverni az oszmánok a 100%-ra. Tehát az se lesz egy egyszerű menet. Nemhogy... Jó, másodszorra mindig könnyebb, de ja. Itt van még egy beékelődött rész. Na, viszont, azt nézzétek, láthatjuk Európát. Viszont. Ez majd jön a következő részre. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi voltam már. Tudom, hogy abszolút izé vagyok, Vanker. De egy kis cliffhangerrel most véget ér ez a rész idő előtt. Innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!